Elég izgalmas mérkőzés lett ebből a meccsből. Az első fél időben úgy éreztem, hogy elég jó kontrolláltunk a mérkőzést. Szereztünk gólt, bár volt egy veszélyes helyzet a Várdának is, ahol Artyom nagy védése kellett. A másik félidőben nyomást rakott ránk az ellenfél, és igazából számomra az a legfontosabb, mint láttam a csapatban, hogy a nehéz pillanatot mindenki férfiasan át tudta viselni, és azt, amit néha hiányoltam, azt a küzdőakarást, az ma meg volt, és mindenki küzdött, mindenki beletette magát a mérkőzésbe, és ilyenkor a futball visszaadta, lehet, hogy nem a legjobb játékkal, de mégis tudtunk növelni az eredményt. Hát végén sajnos kaptunk a gólt, bár szerintem a Várda is rájátszott erre a gólra. Szóval nehéz, mi közösen vagyunk túl, csináltunk egy előre lépést, és ez a legfontos számunkra. Mesélt, hogy a Mandorán próbálnak visszatérni a kezdetekhez, ami a sikereket hozta, erre gondolt? Hát igen, nem csak a játék miatt, hanem végre az a küzdelem, az a akarat, ami néha hiányoltam pár játékosból, az ma teljes mértékben megvolt. Szóval ilyenkor, amikor hasonló játékosok vagy csapatok találkoznak egymással, akkor nem csak a technika, a taktika dolgok döntenek, hanem a mentális dolgok is döntenek, nagyon fontos jelentenek. És ma pont ezt, amit a legnagyobb számomra öröm, hogy a csapat mindenki belerakta magát, és ezért is szerintem lett ez a győzelem a mai napon. Célfutballos meccs volt, mert most ugye látunk azért már a Dimos Gyöltelet, hogy jóval attraktívabb támadó játékot is. Az volt a lényeg, hogy hátul stabil legyen a csapat, és hogy ne kapjon gólokat, és ebből építkezzen. Hát igen, a két nagyon rossz mérkőzés után ilyenkor nagyon nehéz, hogyha csak támadásra fogod építeni a játékot, ezért, ahogy jól meglátta az első sorban, fontos volt, hogy a jó balancot azt tudjunk tartani. Néha Gera is felfutott, meg Steve is felfutott szokás szerint, és vissza kellett őket bekiabálni, visszaállítani, hogy ne felejtsék el a védekezésről, mert nem csak a támadásról szól a futball, hanem pont ezeket az átmeneteket, amiben tudtunk, hogy Várda lehet veszélyes, kellett megakadályozni. Szóval ezért is nagyon kellett volna számunkra ez a nullára lehozott a mérkőzés, hogy ők is lássák, hogy nagyon fontos a balanc a futballban. Mint támadás, mint védekezés, ez közösen kell dolgokat csinálni, és így lesz meg az eredmény. Tibi is így kérdezte, te is erről beszéltél, tehát azzal, hogy múltkor volt, hogy Rudi azáltal, hogy kimegy szélre, a Vitoknak több lehetősége nyílik fente menni. Pontosan, már múlt mérkőzés előtt is ebből gondolkoztam igazából, de mégis másképp döntöttem a kezdő csapatnál. Most én úgy éreztem, hogy meg kell erősíteni a középpályát, és ezért is játszottak úgymond két nyolcas az Alex fölött, aki box-to-boxos, és aki megadta azt a balancot a közdelembe, nem kaptunk kívül a duelekbe, szóval ez fontos volt számunkra, hogy meglegyen az a alap, amiből indultunk ki. És ahogy látjátok, az első gól is abból jött, hogy nagyon jól összejátszott a Rudi ott a Steve-vel, 11-es lett belőle, és így szereztünk. Voltak még lehetőségek, ha egy kicsit pontosabban lennék a beadásnál, akkor lehetett volna növelni az eredményt ugyanilyen játékból. Szóval meg vagyok elégedve ezzel az összjátékkal szélén, és az, ahogy a középpályán egy kicsit erősebbek, masszívabbak lettünk is, és egy kis balancot hoztunk a játékunkba.